A Hanuka a zsidóságnak az egyik legnagyobb örömünnepe. Eredete abból adódik, hogy a zsidó seregek a megszállókon fényes győzelmet arattak, és a nép a zsinagógába volt, várta a győzelmet, és egy csepp olajuk volt a világításhoz, és ez az egy csepp olaj, ez a győzelemig az a 8 napig kitartott. Ennek az emlékére van a Hanukának a kezdőnapjától 8 napon keresztül minden nap egy darab hanukai gyertyagyújtás. Hanuka a fény és a szentély újraolvatásának ünnepe, és semmi köze sincs a karácsonyhoz sem, és az adventhez sem. Mégis idén egybeesett a két dátum. Norman Brody floridai főkántor azt mondja, ez egyfajta jelzés arra, hogy a zsidóknak és a keresztényeknek össze kell fogniuk, mert jelen van egy harmadik világvallás, mely mindkettőre veszélyt jelenthet. A Hanuka és a karácsony olyan ünnepek, melyek képesek volnának arra, hogy szabadságot és békét hirdessenek közösen a világban. A Hanuka a fényünnepe, ami az egyesülésről szól. Mindegy, milyen vallása van az embernek, keresztényként vagy zsidóként is egy valakit várunk, aki békességét hoz majd az embereknek a földre. Össze kell tehát fogni zsinónak és kereszténynek, hogy nehogy eltaposson bennünket egy harmadik vallás, aminek megvan az esélye, mondja Norman Brady. Lakatos György, Amerikában élő magyar gitárművész, aki szerint a magyarországi, vagy inkább a kelet-európai zsidó közösségek őrzik leginkább azokat a zenei hagyományokat, melyek népszerűvé tették a zsidó zenei kultúrát. Én Amerikában élek, és én másképpen látom itt Európában. Itt jobban előrébb, többször előrébb jön a zsidó zene és a hagyományok, úgy mondanám, soha nem hal ki. Most mivel Hanuka koncertek vannak, és Hanuka volt így még többre ünnepeként, de ünnepeken kívül is sábászokon, péntekeken mindig előidéződik a zsidó zene. Tehát itt nem annyira hal ki, mint mondjuk külföldön vagy másutt a világban. Főként a fiatalabbak is kezdek érdeklődni többnyire a kultúrával kapcsolatosan, és szeretik ezt a zsidó zenét, és ők is tanulják, tehát a generációtól generációra megy, nem hagyják ki, úgy mint hogy például megint visszamegyek Amerikába, hogy mondjuk az én fiam, ő már lehet, hogy nem fogja, az unokám nem fog, de itt azért megy hagyomány, van egy tradíció ennek a zenének, és a hagyománynak, és a zenének. Minden zenének van egy tradíciója, és van egy története, ez a lényeg az egésznek. Yeah.
Nógrádi Gergely főkántor aztán túlmutatott a liturgikus énekeken is. Olyan szerzőktől énekelt, mint például Seres Dezső, aki műveiben újra és újra az autentikus zsidó zenei motivumokkal ötvözte a kor zenei ízlését. Hogy részt, ha kell.